Folytatjuk a már hagyományosnak mondható havi bevásárlásunkat. Stábunk ez alkalommal is megvásárolta az alapvető élelmiszereket, hogy megtudjuk, változtak-e az árak az elmúlt időszakban. A vásárlók drágulást tapasztalnak, a szakértők véleménye azonban megoszlik. Ugyanis míg a híradónknak nyilatkozó agrárközgazdás szerint éppen az árak mérséklődése várható, a GKI vezérigazgatója további emelkedésre számít. Ha hónap közepe, akkor megszokhatták már, hogy minden hónapban bevásárolunk. Most is így teszünk, megveszük az alapvető élelmiszereket, és megnézzük, hogy minek mennyivel változott az ára. Először almát és paradicsomot vettünk. Előbbi kilója 499 forint, míg 30 deka koktélparadicsomért körülbelül egy ezrest fizettünk. Az árak összehasonlításánál a decemberi adatokat figyeltük meg. A tojás, a kenyér és a párizsi ugyanazon az áron maradt, viszont most mélyebben kellett a zsebünkbe nyúlnunk az almáért és a margarinért is. Megkérdeztük, mit érzékelnek a vásárlók. Drágulást sajnos. Mivel kapcsolatban tapasztal a drágulást? Mindennel kapcsolatosan. Úgyhogy sajnos, mert ugyanaz az összeg, amennyit eddig költöttünk, az sajnos most már kevesebb dologra elég. Hús például, pékáru. Felvágottak. Nem is az ára megy felfelé, a mennyiség lesz egyre kevesebb a csomagolásban. Tehát a 10 deka már csak 75 gram. Az árak változását mi is megtapasztaltuk, ahogy a pénztárhoz értünk. Szerencsére mindent meg tudtunk venni, amit szerettünk volna. Ez alkalommal 6120 forintot hajtunk itt a pénztárnál. Nézzük meg, mit mondanak az élelmiszer árakról a szakértők. Például azt, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene továbbra is csökken. Raskó György szerint ennek oka a megfelelő anyagi forrás hiánya. Az agrárközgazdász azt is hozzátette, hogy a búza, a liszt és az ebből készült termékek, valamint a cukor világpiaci ára folyamatosan csökken, ez pedig előbb-utóbb a hazai piacon is érezhető lesz majd. Azt merem állítani, hogy előfordulhat, hogy a baromfi termékek mellett esetleg más fontos alapvető élelmiszer árszintje is nominál értékben is csökkenni fog a következő hónapokban. A GKI vezérigazgatója szerint valószínűsíthető, hogy az idei élelmiszerárindex ismét magasabb lesz az inflációnál. Most körülbelül akkora, mint az átlagos infláció. De ahogy haladunk az időben előre haladva, úgy nagy valószínűséggel fölé fog kerülni. Ugye ennek részben az a oka, hogy a magyar termelők helyzete rendkívül kedvezőtlen az utóbbi egy évben, főleg a nyers terméket előállítók esetében. Tehát részben csődhullámokra kell számítani, részben pedig arra, hogy megpróbálnak áremeléssel túlélni. Tavaly viszonylag jó évet zárt a mezőgazdaság, ez azonban nem biztos, hogy idén is megismétlődik, márpedig ez szintén áremelkedéshez vezethet. Az elmúlt évek legjelentősebb honvédelmi bejelentése várható a közeljövőben, írja az Index, miután Orbán Viktor bejelentette évértékelő beszédében, hogy a svéd NATO csatlakozásról szóló vita a végéhez közeledik. A lap forrásai szerint intenzív tárgyalás sorozat folyt a svéd és a magyar kormány között, és egy nagy volumenű katonai és hadipari szerződést készítenek elő. A szakértők szerint kölcsönös érdek egy jó megállapodás. Svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük. Afelé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO csatlakozását. Ezt szombati évértékelőjén mondta a miniszterelnök, az Index pedig arról ír, hogy a tárgyalás új szupergrippeneket hozhat Magyarországnak. Az egy tény, le fog járni a Gripennek a szerződése, a leasing szerződése. A szakember szerint el kell dönteni, hogy Magyarország megvásárolja a gépeket, vagy még újabbakat szerez be kiegészítő felszerelésekkel, szoftverekkel és fegyverzettel. Nyilvánvaló mindkét országnak érdeke, Svédországnak fontos, hogy eladja a gépeket, illetve eladja a többi haditechnikai felszerelést, míg Magyarország részéről egy előnyös üzlet lenne jó, és nem biztos, hogy anyagilag jó megoldás lenne ebben a helyzetben belemenni egy új, másfajta repülőgép típusba, mert ez azért nagyon költséges játék. Ami a bejelentést illeti, az nyilvánvalóan a külföldi szereplők megnyugtatását szolgálta elsősorban, beleértve az amerikai szenátorokat is, jelezve, hogy az ő látogatásukra most nincs szükség, mert hamarosan meg lesz az elfogadás. Szent Iványi úgy fogalmazott, át kell hangolni a hazai közönséget is, mert eddig arról volt szó, a svédek nem tisztelik eléggé a magyarokat. Arról van szó, hogy keresik az indokot,
hogyan lehetne kiutat találni abból a csapdából, amiből a magyar kormány bekerült. Ugye nem tudott már igazán kiutat találni abból, hogy nem mi leszünk az utolsók, ez már nem jött be. Azután azt kérték, hogy a Kristersson miniszterelnök jöjjön, aki nem hajlandó a ratifikációig jönni, de a nyomás nagyon nagy, be kell fejezni a ratifikációt minél hamarabb. Hozzátette, a nagyszabású megállapodás jó hivatkozási alap lehet a magyar kormánynak, hogy mégis hajlandó a ratifikációra. Megbeszélést tartottak a pénteki tüntetés szervező influencerek, és létrehozták a bántottak.hu közösségi oldalt, ahol szakértőket vonnának be, hogy az áldozatoknak tudjanak segíteni. A 3kérdés.hu oldalon pedig azokat a kérdéseket teszik fel az ország politikusainak, ami a leginkább foglalkoztatja őket az állami gondoskodásban lévő gyermekekkel kapcsolatban. A Republikunk kutatója szerint a pedofil, azaz kegyelmi botrány kitarthat akár a választásokig is. Balogh lemondott. De nem a lelkészségről, nem is a püspökségről, hanem a zsinati elnökségről. Foglalt össze a történéseket keddi videójában Puttyondy Edina. Nem szabad félni! A gyermekekért való kiállásra saját számításuk szerint 150 ezernél is több tüntetőt tudott utcára szólítani a 9 tartalomgyártó. A tüntetés főszervezője szerint ugyanakkor még nem érték el a céljukat, megbeszélést tartottak, szakértőket szeretnének bevonni, és létrehozták a bántottak.hu oldalát. A Bántottak Instagram oldalát azt azért hoztuk létre, hogy majd későbbiekben szakértők és önkéntesek bevonásával tudjunk áldozatoknak segíteni. Most egyelőre ott ugye a követőtoborzás, követők gyűjtése volt az elsődleges cél, mert hogy minél többen követik ezt az oldalt, annál nagyobb rétegen belül tudunk egyébként segíteni. 4 nap alatt 87 ezer követőjük lett, létrehozták a 3kérdés.hu oldalt is. Azt a 3 kérdést tesszük fel az ország politikusainak, ami minket a leginkább foglalkoztat. Köztük azt, hogy mit tesz a kormány azért, hogy az állami gondoskodásban lévő gyerekeknek van-e hova bizalommal fordulniuk, ha abúzus éri őket. A Republikon kutatója szerint a kormány pedofil ellenes törvénycsomagja a közösségi és tüntetés nyomása miatt jöhetett létre. Lesznek olyan intézkedések ebben a törvénycsomagban, amik de facto tényleg hatni fognak, vagy hát reményeink szerint hatni fognak a pedofil bűncselekmények előfordulására. Emellett pedig a Fidesz-KDNP-nek egy fontos politikai stratégiai feladata lesz az, hogy találjanak valamit, amit be lehet rakni ebbe a törvénycsomagba, amit az ellenzék majd nem tud aláírni. A Republikon kutatója szerint az ügy kitarthat akár a választásokig, vagyis június 9-éig is. Abban az esetben, hogyha ez a felháborodás kitart a választásokig, vagy ha esetleg az influencerek továbbra is pártól függetlenül, de esetleg a szavazási részvételre tudják buzdítani. A Republikon kutatója ugyanakkor hozzátette, nagy valószínűséggel a következő hetekben politikai felmérések készülhetnek, amelyekből jobban meg lehet ítélni a botrány hosszú távú hatását. Nem áll rendelkezésre elég orvos és szakápoló, emiatt nem látják el a súlyosabb állapotú betegeket az Uzsoki utcai kórház kardiológiáján. Híradónknak az esettel kapcsolatban a DK egészségügyi árnyékminisztere arról beszélt, hogy optimista forgatókönyv szerint a kormány 2025-ben az idei finanszírozási összegeket biztosítja az egészségügynek, rosszabb esetben a számok még csökkenhetnek is. Szívkatéterezés egy budapesti kórházban. Ilyen beavatkozást eddig az Uzsoki utcai kórházban is végeztek. Eddig. Kunec Zsombor a Facebookon írt arról, hogy a kórház a szakember hiány miatt leállította a súlyos betegek kardiológiai ellátását. Így nem lesz infarktus ellátás, de egyéb komolyabb ellátás sem. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pedig más kórházakat jelölt ki a betegek ellátására. Ahogyan én ezt tudom, az Uzsokiban nagyon erősen belejátszott ebbe a kérdésbe az egészségügy sudri bunkó szervezése, amit az államtitkárság csinált, és egy túlvonással megmondta a bérnővéri, megszüntette gyakorlatilag a bérnővéri rendszer. Ennek láttuk a János kórházban is az eredményét, és ahogy a információim szerint az Uzsokiban is részben ez okozza ezt a jelenlegi válságot.
Kerestük az Uzsoki Kórházat, szerettük volna megtudni, hány szakápoló és orvos hiányzik az újraindításhoz, és várható-e további osztályok, ellátások leállása. A kórház válaszában azt írta, átmenetileg valóban nincs lehetőség akut infarktus ellátásra, melynek oka szakdolgozói hiány. Azt írták, hasonló gondok más osztályaikon nem állnak fenn. A belügyminisztériumtól azt kérdeztük, tudják-e garantálni, hogy minden beteg időben megkapja a megfelelő ellátást. Arról is érdeklődtünk, hogy legközelebb melyik osztályt vagy intézményt fogja a hasonló intézkedés érinteni. Adásunkig semmilyen választ nem kaptunk. A DK egészségügyi szakpolitikusával egy konferencián készítettünk interjút, ahol felszólalt Takács Péter egészségügyi államtitkár is. Nagyon kevés a tartalék, amihez egy ilyen kórházigazgató hozzá tud nyúlni. Ennek egy normális finanszírozás lenne a megoldása. De az államtitkár úr azt is elmondta, hogy jövő évben, a 2025-ös költségvetésbe örülünk, hogyha nem fogják csökkenteni az egészségágazatra jutó költségvetési számokat. Az ellátási gondok országosak. Egy szívinfarktus túlélő beteget a Bács-Kiskun megyei kórházban írtak ki szívkatéterezésre. Erre próbált időpontot szerezni. Ha mégis eljutottam a naplózóig, tehát valaki fölvette a telefon, mert általában inkább nem, akkor két válasz volt, hogy vagy betelt az időpont, vagy majd a jövő hónapban, vagy az összes időpont betelt. Ez olyan 2-3 hónapig tartott, és nem sikerült. A beteg végül házi orvosa segítségével eljutott egy másik intézménybe, ahol meg is történt a beavatkozás. A férfi szerint a Kecskeméti Kórházban is részben a szakember hiány okozza a bajokat. Közben a Független Egészségügyi Szakszervezet felmérésbe kezdett a szakápolók szakmai terveiről. Eddig 1500 szakápoló válaszolt. Sós Adrianna arról tájékoztatta híradónkat, hogy minden tizedik válaszadó szakdolgozó hamarosan nyugdíjba megy, 5% pedig valószínűleg a magánegészségügyben folytatja. A szakszervezeti elnök szerint aggasztó, hogy ezekhez a számokhoz képest nagyon kevés az utánpótlás. A demokratikus koalíció szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer összeomlása fenyeget. Az árnykormány szerint Orbán Viktor hibája, hogy hagyták ideáig fajulni a nyugdíjhelyzetet. A híradónknak nyilatkozó nyugdíjszakértő ugyanakkor azt mondta, a magyar nyugdíjrendszer ma biztonságosan működik, a nyugdíjak kifizetése rendben megtörténik. Nagyon elégedett vagyok, úgyhogy semmiféle gondom nincsen. És miért elégedett? Mert nagyon jó a nyugdíja. Hát azért nyilvánvalóan, mert a kormány állandóan emeli a nyugdíjakat. Egyáltalán nem, a svájci módszereket kellene alkalmazni. A régi módszerek, azok már nagyon-nagyon elavultak, és a kor haladtával, hogy a technika halad, ennek is haladnia kellene. Elég jó nyugdíjam van, úgyhogy pillanatilag nincs probléma. Érezhetően nagy a szórás a híradónk által megkérdezettek véleményében a jelenlegi nyugdíjrendszerről. Szakértők szerint összeomolhat akár a nyugdíjrendszer és az Orbán Viktorék felelőssége, hogy hagyták a nyugdíjrendszert ennyire elromlani. Magyarázta híradónknak Gyi Németh Erzsébet, a DK szociális és nyugdíjügyi árnyék minisztere. A párt szerint egy tisztességes és biztonságos nyugdíjrendszer kiépítésére van szükség, ezért a negyedévenkénti nyugdíjkorrekciót és a svájci indexálású európai mértékű nyugdíjbevezetését szorgalmazzák. Ha ilyen magas az infláció, mint ami volt az elmúlt években, negyedévenként legyen nyugdíjkorrekció, és ne a nyugdíjasok hitelezzenek a kormánynak hónapokon keresztül. A másik, amit szeretnénk megtenni, úgynevezett krízisintézkedések, ez arról szól, hogy azokat a nagyon alacsony nyugdíjakat, vagy például a rokkant nyugdíjasok helyzetét mindenképpen meg kellene oldani. Semmi nem veszélyezteti a nyugdíjak fenntartatóságát. A nyugdíjas parlament elnöke azt mondta, a nyugdíjrendszer addig tartható fenn, amíg létezik Magyarországon költségvetés. Semmiféle ok arra, hogy riogassuk, vagy elbizonytalanítsuk a nyugdíjasokat, vagy a leendő nyugdíjasokat, hogy esetleg nem lesz a költségvetésnek pénze nyugdíjra. A költségvetésre arra van pénz, amire politika dönt. A legfontosabb az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek rendkívül kiadásként rendezik el a nyugdíjat. Az nem megy, hogy a legkisebb és a legmagasabb nyugdíjak között 100-szoros különbségek vannak. Ez tarthatatlan. A nyugdíjszakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer még egy évtizedig lesz fenntartható.
mindaddig, amíg a Ratko unokák évjáratai, tehát azok az emberek, akik 1973 és 1977 között születtek, amíg ők el nem kezdenek nyugdíjba menni, mert ők a legnagyobb létszámú évjáratok Magyarországon, és amikor ők beáramlanak majd nyugdíjba, az nagyon meg fogja nehezíteni már a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Kerestük a pénzügyminisztériumot, azonban adásunkig nem kaptunk választ. Egy sötét színű horvát rendszámos személyautótól félnek sokan a Somogy és Zala határán fekvő Zákányban. Az autó 2-3 hete tűnt fel először a faluban, és akkor egy 12 éves kislányt akart a sofőr a kocsiba csalni. A kislány megijedt és elmenekült. Akkor egy ház kamerájának felvételeit tették közé a helyiek, de azon sem az autó, sem a vezetője nem volt beazonosítható. Most újra jelentkezett a férfi, és éjszaka a kamerák láttára kővel dobálta meg a felvételek készítőjének autóját. Először február 1-én jelent meg a sötét autó a Zákányi óvoda közelében, és a vezetője egy 12 éves kislányt próbált leszólítani. Édesanyja mesélte el, hogy csak napok múlva derült ki, hogy a lányát mélyen érintette az eset, kérte, hogy ne legyen felismerhető. Kislányom mondhatni azt mondta, hogy nincs megijedve, azért egy 12 éves gyerekről beszélünk. Hát eltelt 2 nap, és utána jött ki rajta, hogy anya, húzd el a függönyöket, félek. Most jött ki szerintem rajta, hogy nem olyan állapotban, mint volt. Ő azért egy biztos lány volt, egy vidám, azóta nem mondhatnám, hogy vidám, hanem fél. Az egyik ház biztonsági kamerája akkor készített felvételeket az autóról, melyet közzé is tettek az interneten. Ezt láthatta az autó gazdája, mert a hétvégén visszatért a faluba és bosszút állt a felvételek készítőjén. A felvételeket bocsátottam ki a nyilvánosságra, és ez alapján ő bosszúból visszatért ide, és megkereste azt a kaput meg azt a helyet, ahol történt ez a kamera felvétel. Majd 3 tégláért elment, és utána elkezdte bedobálni az autóra a téglákat, és utána elszaladt. Az autóban 400-500 ezer forintos kár keletkezett, de a férfinek nem volt szerencséje. Most róla is, és az autójáról, annak rendszámáról is felismerhető felvételek készültek. Fel van háborodva mindenki, nagyon sok szülő próbál segíteni, hogy előkerüljön, mert szerintem ez nem állapot, hogy valaki így viselkedik. Az szerintem beteg, mert beteg. A gyerekeket az eset óta, aki teheti, kíséri az iskolába, óvodába. Egy pszichológus szerint az ilyen eseteket alaposan ki kell beszélni a családban. Ha ez kevés, akkor segítséget kell kérni. Szakemberhez kell fordulni. A pszichológushoz, amely nyilván egy több alkalommal való találkozáson fel tudja ezt kicsit göngyölíteni, megoldani a lelki konfliktusokat a gyermekben. A kislány édesanyja azt mondta, hogy értesítette a rendőrséget az esetről. Ott azt mondták neki, hogy kimennek, és majd akkor elindítják a nyomozást. Ez azonban eddig nem történt meg. Orbán Viktor javaslatára az Alkotmánybíróság elnökét Sulyog Tamást jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz-KDNP frakció. A legnagyobb kormánypárt szerint Sulyog Tamás képes a nemzet egységét megtestesíteni. Ezzel szemben az ellenzéki pártok mind úgy nyilatkoztak híradónknak, az Alkotmánybíróság elnöke a Fidesz pártkatonája, aki ezt már többször bizonyította is. A kormánypártok elfogadták az alapszabály szerint a Fidesz elnöke által tett javaslatot, és dr. Sulyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk köztársasági elnöknek. Jelentette be Kocsis Máté a Fidesz-KDNP frakciülését követően. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott. Az Alkotmánybíróság elnöke a legmegfelelőbb jelölt most, aki nagy tekintélyű ember. Teljesen felesleges arról beszélni, hogy a Fidesz frakció kit jelölt köztársasági elnök jelöltnek. A Momentum nem fog részt venni abban a bohóckodásban, amiben kiválasztjuk Orbán Viktor következő biogolyóstollát. Varsányi Áron azt is hozzátette, Varjú László elítélése és az ellenzéki pártok megbírságolása mögött a Fidesz bosszúja áll Novák Katalinért és Varga Juditért. Az MSZP társelnöke ugyanazt gondolja Sulyog Tamásról, mint a Momentum. Azoknak a vezetőknek, akiknek az lenne a dolguk, hogy Magyarország alaptörvényét és Magyarország jogszabályait betartsák, azok rendre bizonyítják azt, hogy két lehetőség van. Azért döntenek a kormány mellett, mert vagy politikai meggyőződésből, vagy pedig azért, mert fogják őket. A Mi Hazánk elnöke is azon a véleményen van, hogy Sulyog Tamás egy pártkatona, aki nem fog ellensúlyt képviselni a rendszeren belül. Orbán Viktor szemében a köztársasági elnök Magyarországon egy báb, egy bábú,
egy fölösleges poszt, amit nem tud megszüntetni, mert az mégiscsak ciki lenne, hogy nincs Magyarországnak köztársasági elnöke sem. A sajtótájékoztatón Kocsis Máténak szegezték a kérdést arról, miért kaphatott kegyelmet az ügybe belebukó Novák Katalintól K. Endre. Én is szeretném tudni. Hogy kerültünk abba a helyzetbe, hogy a 2021-es tényleg Európa legbrutálisabb és legszigorúbb pedofil ellenes és gyermekvédelmi törvénye után megszülethet egy ilyen döntés. Kocsis Máté a sajtónak azt is bejelentette, hogy a Fidesz-KDNP európai listáját Dajs Tamás fogja vezetni a júniusi EP választásokon. Dajs Tamás nagyon nehéz komoly embernek tekinteni egyáltalán, nem hogy komoly ellenfélnek. Szerintem jól mutatja azt, hogy a Fidesz mekkora bajban van, hogy a számos pozícióban már megbukott Dajs Tamás tartotta alkalmasnak listavezetőnek. Harató Gergely Súlyog Tamásról azt mondta, nincsenek illúzióik, eddig is mindent aláírt, amit Orbán Viktor megrendelt tőle. A parlament hétfői ülésén nem csak az új államfőről fognak szavazni. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője bejelentette. Mind a Fidesz, mind a KDNP megszavazza Svédország NATO csatlakozását. A rábízott gyerekekkel való rossz bánásmódja miatt emeltek vádat egy vasi sportklub edzője ellen. Az ügyészek szerint a férfi az edzéseken, kirándulásokon és táborokban bántalmazta és rendszeresen megszégyenítette a rábízott gyerekeket. Ráadásul mindezt úgy, hogy az ilyen akciókban a többi gyereknek is részt kellett vennie. A vád szerint az edző veszélyeztette a gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. Híradónk megtalálta azt a sportklubot, ahol az edző dolgozott. Arról érdeklődtünk volna, hogy még dolgozik-e, de senkit nem találtunk a helyszínen. Úgy tudjuk, hogy fiatal boxolók nevelését, oktatását végezte az edző. Módszerei, melyekbe a tetlegesség, a verbális bántalmazás vagy éppen a megalázás is belefért, az ügyészség szerint túlmentek az elfogadható határon. A vádlott súlyosan kötelességszegő, a sértettek önértékelését, önbecsülését károsan befolyásoló magatartásával, visszaélésszerűen gyakorolt megtorló jellegű módszereivel veszélyeztette a felügyeletére bízott gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. A szakemberek szerint egy-egy megalázó szituáció vagy éppen bántalmazás akár egész életében elkísérheti azt, aki az ilyen helyzeteket elszenvedte. Csorbíthatják a gyermeknek az önbecsülését, ronthatják az önértékelését, sőt, hát a helyzettől függően a pszichoszexuális fejlődését, később akár a párválasztási szocializációra, tehát elképzelhetetlenül sok dologra hatnak ki évtizedekre előre, és hát bizony sok esetben szakember nélkül ezt nem sikerül feldolgozni. Az ilyen helyzetbe kerül gyerekeken a legtöbbet a szűk környezetük, a családjuk, a baráti körük, a pedagógusok segíthetnek. És azt mindenképpen érzékeltetni kell a gyerekkel, hogy ő nem hibás ezért. Nem szabad, hogy az amúgy is meglévő rendkívüli szégyenérzet benne növekedjen. Az ügyészség a vádiratban egyrészt letöltendő szabadságvesztést kér a bíróságtól, másrészt javasolja, hogy a férfit örökre tiltsák el minden olyan munkától, ahol 18 évnél fiatalabbakkal kell foglalkoznia. Minden gyermekotthon intézményvezetőjét átvilágítják és rendet tesznek a gyermekvédelemben, jelentette be Orbán Viktor az Állami Rádiónak adott péntek reggeli interjújában. A Híradónknak nyilatkozó gyermekvédelmi szakember szerint az igazi baj az, hogy nincs elég forrás arra, hogy megfelelő számú és alkalmas szakember dolgozzon a gyerekek mellett. Át kell világítanunk az összes intézményt abból a szempontból, hogy a mostani vezetők átmentek a megfelelő alkalmassági vizsgálaton, megfelelnek a feltételeknek, és ez valon mindenre kiterjedte. Ki kell terjedni az életvitelre, szexuális devianciára, a pszichológiai megfelelés. Így vázolta fel az Állami Rádióban a miniszterelnök, hogyan tenne rendet a gyermekvédelem területén. Nem is ez a kérdés, hogy hogyan világítod át a mostani rendszert, hanem az, hogy mit teszel, hogyha kiderül, hogy a mostani rendszerben nagyon sokan vannak, akik nem alkalmasak. Hogy honnan keríted elő azt az adott esetben akár több ezer szakembert, akik a helyükre tudnál léptetni. Gyurkó Szilvia a Híradónknak azt mondta, a jobb gyermekvédelemhez pénz, sokkal több megfelelő szakember, a jelenleginél jóval több férőhely, valamint több nevelőszülő kell. A szakember szerint óriási hiányosság, hogy az intézményeknek nincsen belső gyermekvédelmi irányelvük, ami pontosan szabályozná, hogyan veszik fel az embereket, mit tesznek bántalmazás esetén, és hogyan előzik meg ezeket az incidenseket.
A jelenlegi szabályok nem biztosítják azt, hogy a gyerek körül ne legyenek potenciális bántalmazók, és nem csak azért, mert hogy tulajdonképpen nagyon könnyű tiszta erkölcsi bizonyítványhoz jutni néhány év után, hanem azért is, mert hogy elképesztően magas a rejtve maradás, a látencia, pont azért, mert hogy nem ismerik az emberek a tüneteket, nem indítanak eljárásokat, és az elindult eljárások nagyon nagy arányban bizonyítékok vagy bűncselekmény hiányában zárulnak le, és valójában az elkövetőknek nem kell felelősséget vállalni a tettükért. Gyurkó Szilvia szerint nem elég néhány embertől megszabadulni, ettől áttörés még nem várható az ágazatban. Nem biztos, hogy csak a kiválasztásnál van a kutya elásva. Ezt már egy érintett mondta híradónknak. Ivák Bence szerint egy vezetőből vagy nevelőből később is előjöhetnek beteges hajlamok. Bencét korábban bántalmazták, szerinte fontos, hogy a társadalom ismerje a figyelmeztető jeleket. Ha a gyerekünk közelébe van, akkor túlzó, nem odaillő viselkedéssel bír, például feltűnően nagy érdeklődést mutat a gyerek felé, hogy kettesben akar vele maradni, hogy a gyerek szeretetéért olyanokat tesz meg, amik így túlzóak, például kisállat ajándékozása, vagy egyébként nagyobb ajándékok adása. Ugyanakkor észre lehet azt is venni, hogyha manipulatívan viselkedik, akár csak játéknak betudhatóan. Ivák Bence hangsúlyozta, a gyerek minden esetben ad jeleket, ha pedig már a bizalmába avatott és elmondta, mi történt vele, azt minden esetben komolyan kell venni. Ivák Bence hozzátette, az intézményekben nagyon sok becsületes dolgozó is jelen van, akiknek hálával tartozhat a társadalom. Új grippeneket vesz Magyarország, a magyar külpolitika alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni. Ezeket Orbán Viktor mondta a svéd miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján, ahol Ulf Kristersson egyebek mellett azt hangsúlyozta, nem értenek mindenben egyet Magyarországgal, de amiben igen, abban aktívabban kell együttműködni. Aláírások előzték meg Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök sajtótájékoztatóját. Magyarország vett 4 új Grippent és meghosszabbították a védelmi szerződést is, valamint megállapodtak abban, hogy egy mesterséges intelligencia központú együttműködés kezdődik a kutatásfejlesztés területén. Ez a mai találkozó egy hosszú folyamat fontos állomása. A miniszterelnök szerint ezt a folyamatot nevezhetjük a bizalom visszaépítésének is, amin évek óta dolgoznak a svéd kormányfővel. A magyar külpolitikának az az alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni. Ha ez nem is mindig látszik, de a magyar külpolitikának ez a célja és értelme. És ezért minden országgal arra törekszünk, hogy keressük azokat a pontokat, és azokat az érdekeket, ahol egyetértünk, és ott kialakítsunk minél mélyebb együttműködést, ahol pedig másként látjuk a világot, vagy különböző módon gondolkodunk, ott pedig tiszteletben tartjuk ezt a különbséget. Hungary and Sweden. Magyarországnak, Svédországnak több mint 100 éves diplomáciai kapcsolatai vannak, erős kapcsolatok vannak. Miniszterelnök úr megemlítette, hogy milyen fontos történelmi mérföldköveken osztozunk. Közösen őrizzük emlékezetünkben Raoul Wallenberget, tagjai vagyunk mindketten az EU-nak, hamarosan mindketten tagja leszünk a NATO-nak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a katonai megállapodások gyorsan eloszlatták a magyar aggályokat a svédekkel kapcsolatban. Információk szerint az elmúlt másfél évben nem ezzel volt a baja a magyar kormányzatnak. Nem azzal volt a gond, hogy most lesznek fejlesztések, lesz-e pénzügyi átütemezés a Grippenek kapcsán, hanem azzal, hogy Svédország nem kér Magyarországtól elnézést. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter szerint a sajtótájékoztató egy színjáték volt. Korábban a kormány és a Fidesz frakció legalább 5 okot sorolt föl azért, hogy miért nem tárgyal a svédekkel, illetőleg miért nem ratifikálják a NATO csatlakozást. Ebből az 5 tételből lényegében egy sem oldódott meg. Vadai Ágnes szerint a most aláírt szerződésekben semmi újdonság nincs. Ezek olyan szerződések, amelyek egyáltalán nem gigantikusak, és amelyekről már volt tudomás. Nyilvánvaló a nap végén azért mégiscsak azt kell mondanunk, hogy Svédország csatlakozása sokkal fontosabb, mint a magyar miniszterelnök hiúsága. Másfél éven keresztül túráztatta a svédeket a magyar kormány, hogy aztán kapjunk semmit. Ez a magyar diplomácia egy összefoglalva. A magyar parlament jövő héten szavazza meg Svédország NATO csatlakozását.